Heves megye egyes választókerületének kormánypárti polgármesterei gyűltek össze pinteken a Polgárok házában, ahol a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony című fideszes aláírásgyűjtő kampány sikerében kívánták támogatni dr. Pajtó Gábort, a választókerület elnökét. Az a fajta petíció, amely a napokban zajlik, az megérdemel pár szót. A megyei egyes számú választókerület fideszes elnökeként Pajtó Gábor elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök 3 hónapja bízta meg a terület vezetésével, csatlakozva ahhoz a gondolatmenethez, miszerint olyan Magyarországot kell építeni, amit büszkén hagyhatunk hátra az utódoknak. A fiatalokat is, hogy úgy mondjam, egy kicsit képbe hozzuk, hiszen ők nem élhették át azt a korszakot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis nézzenek utána, hogy azokban az időkben a szüleiknek mit kellett átélni. 1 millió ember volt érintett például a devizahitelekben, és ez nem volt másnak köszönhető, mint hogy megszüntették a lakástámogatási rendszert, a családtámogatási kedvezményeket, kivezették a forint alapú hiteleket, tehát nem volt más lehetősége az embereknek az előrehaladáshoz, ha építkezni akartak, mint hogy devizahitelt vegyenek fel. Ez egy megbocsáthatatlan bűn, és csak még egyet mondtam. Ez tehát a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírás gyűjtés célja, melyet a következő időszakban a települések fideszes polgármesterei is elkezdenek.